Na hát, sziasztok! Addig is, ameddig októberben eljut hozzánk a Renault Clio 5. generációjét, megnéztük a genfi autókiállításon, mert a valódi megvásárolható úgynevezett igazi autók közül ez talán a legfontosabb újdonság a Peugeot 208 új generációja mellett. És az 5. nemzedéke a Clio-nak azért is nagyon érdekes, mert ennek az autónak a pályafutása során folyamatosan nőttek az értékesítései. Általában az történik, hogy egy autó kijön, akkor utána elkezdik venni, aztán az első pár évben sokan veszik, utána jön egy modellfrissítés, hogy a hanyatlást megfogja, és akkor utána megint egy picit feltornázzák az értékesítési görbéket, ugye a változtatások, majd pedig utána esik egy hatalmasat, és 4-5-6 év múlva megjön az új. Na itt nem ez történt, 2017-ben 321 ezer, 2018-ban pedig 328 ezer darab kelt el belőle, tehát ez le Európa legnépszerűbb kisautója, ilyen módon ugye a piacvezető a B-szegmensben, és hát ennek megfelelően hatalmas felelősség volt a Renault fejlesztőjének a vállán, hogy ezt az autót ne rontsák el. Teljesen egyértelmű a kocsi formájából, hogy semmit nem akartak kockáztatni, ugyanis az előző az ugye annyira sikeres volt, hogy innen már egy visszalépés az ugye évente sok tízezer autó eladásába kerülne a Renault-nak, emiatt a kocsi szinte semmit nem változott szemből. Viszont pont azért, mert ugye nem látszik rajta, hogy új, más területen viszont rendesen belehúztak, és vannak benne olyan fejlesztések, hogy az embereket mégiscsak rávegyék arra, hogy vegyenek egy új Renault Clio-t, még ha nem is látszik, hogy a modell az különösebben sokat változott volna. Sétálgattunk a Renault standján, és egy Megane RS-t simán új Clio-nak néztünk, ugyanis ez a C betű forma, ez ugye ismert más Renault-ból, viszont ami nagyon különleges az új Clio-ban, és amire az autó fejlesztési vezetője, illetve a Renault AB szegmensének programigazgatója különösen büszke, az ez a térhatású felület, ami valóban egy térhatású műanyag elem, szép feketére festve, és elvileg ezt a díszes, puccos fényszóró díszt, ezt minden egyes modell meg fogja kapni, nem csak mondjuk az Initial Paris, vagy az RS Line kivitelek, hanem a legolcsóbb modellek is ezt meg fogják kapni, és ennek az ilyen háromdimenziós hatása, ez sokat emel az autó minőségérzetén. Az autó aerodinamikáján sokat javítottak a fejlesztők. Ennek a legfőbb eszköze, ez a levegő belépő nyílás, amit bevezeti a kerékjáratokba a levegőt, az ott elvégzi a fékek hűtési feladatát, és próbálják úgy kiszippantani, hogy minél kevesebb turbulenciát okozzon. Ezen kívül az autó magassága a kereken 1 cm csökkent, 144 cm magas az új generáció. Emiatt az autónak a teljes légellenállása, tehát az alaktényező és a homlokfelület szorzata, az 0,64-re esett a 0,66-ról, kb. Ugye 4%-os javulásról beszélünk, és ez már elég ahhoz, hogy az autó kb. 10%-kal kevesebbet fogyasszon a szabványos mérési ciklusban, mint elődje tette. Persze ebben nem csak az aerodinamika van benne, hanem az új motorgeneráció is, amelyben megtaláljátok az 1 literes turbós háromhengerest, amit a Nissan Micrából ismerhetünk. Ehhez ugye CVT, X-Tronic nevű CVT fokozatmentes automata kapcsolódik. Van egy 1 literes háromhengeres szívóbenzines 65, illetve 75 lóerővel, amit ismerhettek akár a Micrából, akár pedig a Renault Twingo-ból. Ezen kívül jönnek a Megane-ból és a Mercedes CLA-ból, A-osztályból, B-osztályból, illetve a Dacia Dusterből is ismert 1.33-as turbós benzines motorok, és lesz egy 1006-os E-Tech nevű hibrid, E-Tech nevű hibrid verzió is, amely állítólag úgy lesz kifejezetten potens és sportos, a maga 130 lóerejével, hogy nagyon keveset fog fogyasztani. Egy valami nem lesz viszont az új Renault Clio-ból, mégpedig tisztán elektromos akkumulátoros verzió, ugyanis ezt a Renault önálló padlólemezre épülő teljesen más modellsorozatokkal oldja meg, tehát nem csinálnak belőle villanyos verziót, mint a Peugeot a 208-asból, hanem ezt a szerepet továbbra is a Zoe viszi a kisautók kínálaton belül a Renault-nál. Ne keseredjetek el, főleg aki az LPG-s autókat szereti, mert az új Clio-ból is kifejlesztettek autógáz üzemű verziót, amely, hogyha van itthon kellő igény rá, akkor akár a magyar piacon is megjelenhet. Ezt ugye mindig az adott ország importőre dönti el, hogy a márkakereskedők visszajelzései alapján, vagy a felkérések alapján érdemese bevezetni az LPG-s verziót, de lenni lesz az új Clio-ból 32 literes gáztartállyal és 40 literes benzintartállyal, tehát kifejezetten nagy hatótávolságot ígér az autó. Bal szerencsénkre az autónak a legeslegújabb és legfontosabb elemét nem tudjuk nektek megmutatni, méghozzá vadonatúj padlólemezt, amelyre az első széria autó az új Renault Clio lesz. Ez az úgynevezett CMF-B padlólemeze a Renault, Nissan, Mitsubishi, Lada, Datsun
és egyéb márkák alkott a konzorciumnak, amire rengeteg kocsi fog majd épülni, mivel ugye 4 méter 60 centi hosszú autókat is fel lehet majd építeni erre az új alapra, tehát akár egy új Dacia Logan kombi is épülhet rá, új Lada modelleket is elképzelhetünk erre a padlólemezre, amelyet a Clio bevezet. Talán az autó legnagyobb előnye, hogy a világ szinte összes ütközés biztonsági előírásának meg tud felelni, tehát a kínai NCAP-nek, az Egyesült Államok előírásainak, az indiai elvárásoknak, a koreaiaknak és az európaiaknak egyaránt. És ez azért nagy szó, mert ugye hatalmas különbségek vannak abban, hogy melyik piacon mit várnak el. Például az Egyesült Államokban szeretik azzal lukra futtatni az autógyártókat, hogy csinálnak nagyon kis átfedéses ütközési teszteket, amikor az autó órának nem 40%-a van benne az ütközésben, hanem csak 25%-a érinti ugye az akadályt, és ez egy óriási megterhelés azoknak a kocsiknak, amelyeket nem készítettek erre föl. Na most a Renault Clio az ugye ezt is tudni fogja Kínában is, mások kicsit az előírások Koreában is, Európában is, és ugye annál biztonságosabb egy autó, gyakorlatilag minél több fajta piacon árulják, minél többféle előírásnak meg kell felelnie, és emiatt a Clio ez egy kifejezetten érdekes fejlesztése a Clio-nak, hogy ennyi piacnak az ütközés biztonsági előírásait hozni tudja ez az új globális platform. Azért mutogatjuk nektek ilyen bőszen az autó csomagterét, mert a kombi változat sajnos megszűnik a Clio-ból. Mostani a 4. generációs fog még futni 2020 végéig, addig gyártja a Bursában, Törökországban lévő üzem, utána viszont sajnos eltűnik, mert olyan pici volt a részesedése, összesen 8% a 4. generációs Clio-knak volt kombi az utóbbi években, hogy ezt a pici mennyiséget úgy gondolta a Renault, hogy nem éri meg egy új Clio-val kiszolgálni, hanem inkább majd a Captur-t ajánlják azoknak az embereknek, akik ugye kiszorulnak a Clio kombiból. Ebből fakadóan a Skoda Fabia, ha ott el nem tűnik a kombi, egyedülálló marad a szegmensben, ugye a két autós kínálat le fog csökkenni egyetlen egyre. De azt a közel 400 litert, amit a sajtóanyag ígér, én egyáltalán nem látom ebben a csomagtartóban, tehát ez kicsit meglepett, hogy a gyári anyagban mennyire optimista ez a liter érték. Ha már elektromos Clio nem lesz, hibrid viszont igen, ami egy nagyon fontos újdonság, ugyanis eddig a Renault a Scenicben ad egy olyan dízel hibridet, de ez egy mild hibrid, egy ilyen fél hibrid, segéd hibrid, nem tudom minek mondjam. Minden esetre messze nem ugyanazt ugye, mint amit a Toyotáktól az emberek megszoktak, vagy Lexus modellektől megszoktak. A Clio viszont egy teljesen normális full hibrid rendszert fog kínálni, amely körülbelül 4-5 kilométeres elektromos hatótávot tesz lehetővé, olyan belső égésű motor bekapcsolása nélkül, csekélyfogyasztás mellett, és mindez jó dinamikát, mivel ugye az 1006-os benzines mellé kerül ez a két elektromotor, amely összesen 130 lóerős rendszer teljesítményt ad ki. Két darab villanymotor támogatja itt az 1.6-os benzinest a hibrid Clio-ban, az egyik az egy 15 kW-os, kb. 22 lóerő teljesítményű Nissan gyártmányú japán villamosgép, a másik a szintén Japánból jön, szintén a Nissantól is 35 kW-os, ami nagyjából 48 lóerős. A kisebbik elsősorban az elektromos energiává alakítja a mozgási energiát, tehát gázelvételkor és fékezéskor van szerepe, a nagyobbik pedig önállóan is hajtja az autót, tehát a hibrid Clio füstmentesen is menni tud, úgy akár mint egy hibrid Toyota vagy hibrid Lexus. Körülbelül 4-5 kilométert tud megtenni, úgyhogy bekapcsolna a belső égési motorja, és elvileg a gyártó számításai szerint a városi forgalom akár 70-80%-át is villamos gépeivel tudja megtenni, tehát nagyon nagy lesz a füstmentes suhanás aránya, hogyha hihetünk a Renault-nak. Nagyon büszke arra a Renault, hogy a belső téri minőségérzetet milyen nagymértékben javították az előtthöz képest, aminek az egyik eleme egyébként, amit Miklós úr most felvesz a Dacia Dusterből, legalábbis szerintem a Dacia Dusterből származó kezelőfelület, amivel ugye a légkondicionálót lehetne működtetni, meg a szellőző rendszert, hogyha az autó nem volna ugye ilyen tetszalott állapotában. Új a központi érintőképernyő, megmaradt az állóképernyő, mint ami a Megane-ban, illetve a Talismanban, meg a Espace-ban már korábban is ismert volt. Viszont a minőségérzetet tényleg nagyon sokat javítják ezek a lágy, finom tapintású anyagok, mind a műszerpal tetejének relatíve puha a bevonata. Ezek a felületek is kifejezetten szépek, elegánsak ugye a vezetőtámogató rendszerek, meg a parkolórendszer, sávtartó rendszernek a kis billenő kapcsolói, ezek ilyen zongoraszerűen nyomkodhatóak, és elég szépek az ajtókárpitok is. Itt is ugye puha tapintású anyagokkal találkozik a kezünk, a könyökünk,
Más kérdés, hogy nyilván ezt a világos belsőt hamar összecsokézzek a gyerekek, de maga a dolog ez kifejezetten elegáns, és nagyon sokféle belső hangulatvilágítással, illetve belső hangulattal vásárolható meg az új Clio, hogy mindenki kedvére, személyre szapassa az autót. Sajnos még semmit nem tudunk az autó áráról, mivel csak októberben lesz a magyarországi piaci bevezetése, tehát néhány héttel megelőzheti a 208-as Peugeot, amelyet jelenleg az importőr 2019. októberére, novemberére ígér Magyarországon. Minden esetre, hogyha a kocsi áráról bármi kiderül, akkor azt a Vezesen természetesen megírjuk, és a Vezesre lesz majd egy alaposabb bemutató is az autóról, ahol több műszaki részletet is el tudunk árulni, amit nyilván itt egy videóban eldarálva hirtelen nem érdemes, nem elég alapos úgy, de minden esetre van mit felfedezni az új Renault Clio-ban. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 208-as Peugeot mellől, amely akkor sem Audi A1, hogyha akár mellé is elíthatnánk, mert legalább olyan jól néz ki, mint az Audi A1 második generációja. Ez a Peugeot 208 második nemzedéke, nagyon markáns formával, csökkentett súllyal, továbbfejlesztett technikával, akár elektromos verzióban is. Tehát mindenképpen egy olyan autó, amit szerintem érdemes megnéznünk közelebbről. Kedves nézőnk, minket itt már elég vadul bekerítettek, mert ugye ez ára szalon. Ilyenkor a legtöbb autós újságíró már régen hazatért és jól megérdemelt sörét fogyasztja, de mi még szeretnénk nektek megmutatni a 208-as és elmondani róla olyan fontos dolgokat, hogy az autó teljesen új padlólemezre épül, és ebből következően kb. 30 kilóval kevesebbet nyom elődjénél. Ugye aki megnézte a Renault Clio videónkat, azt tudhatja, hogy ott az új padlólemez 50 kiló spórolást hozott, viszont ezt nem szabad túlértékelni, mert a 208-as egy kifejezetten könnyű autó volt a kategóriáján belül. A japán modellekhez, a Yarishoz, illetve a Micrahoz mérhetően csekély volt a súlya, 1 tonna alul indult az előző, a kifutó 208-as, tehát az autónak ezzel a 30 kilós megtakarítással is kifejezetten csekély a tömege a kategórián belül. Beültünk a 208-as Peugeotba, ami ugye az egyik legfontosabb, valóban megvásárolható autó az idei genfi autókiállításon is. Hát azt mondhatom, hogy nem csalódtunk. Ugye a 208-as az a 205-ös, 206-os, 207-es sör után, András. De minden esetre ez az autó minőségérzetben, ha nem is egy új Clio-nyit, de nagyon-nagyon sokat mutat, és kifejezetten komoly előrelépés van az előzőhöz képest, amely ugye 5-ajtós verzióban megvásárolható volt, és 3-ajtósban is, ebből viszont már mindenképpen csak 5-ajtósat tudtak venni. És komoly rakodórekesz kapacitás van benne, és sajnos hát megörökölte ezt a nem túl jól kapcsolható, mondhatjuk, hogy franciásan kapcsolható 6-fokozatú váltót, de ennyi baja legyen. Kifejezetten jól néz ki a Peugeot-nak a digitális műszerfala. Ugye ezt a megoldást először a Volkswagen hozta le a pólóval, a mostani generációs pólóval a kis kategóriába, és egyre több márka megy utánuk, és a Peugeot-nak egy kifejezetten szép karakterekkel ellátott, jól olvasható, jó kontrasztú képű műszerfala van, illetve digitális műszeregysége van. Középen viszont továbbra is az az alap problémánk megmaradt Rácz Tamással, aki szintén megnézte ugye a kocsit, hogy a hőmérséklet állításhoz be kell lépnünk egy ilyen érintőképernyős menübe, és ugye ennél sokkal-sokkal egyszerűbb lenne állítani a dolgokat, hogyha lenne egy külön kis kapcsolósor, amilyen ugye a Clio-ban volt benne. A kormány mélyre engedve, ugye ez nem mindenkinek a világa, de én ezekben a Peugeotokban is meg tudom találni a normális üléshelyzetet, és ami külön tetszik, hogy nagyon nagy tartományban lehet állítani az ülésnek a magasságát, tehát hogyha felemelem magam, akkor majd nem sokára a fejem se fog elférni, és lepumpálom magam a padlólemezhez, akkor teljesen jól lehet ebben az autóban ülni, és kielvezni azt a dinamikát, amit ugye az újrahangolt futóművel a 208-as Peugeot elvileg nyújtani fog nekünk. Amennyiben ti is gonosz autós újságírók vagytok, és azt mondjátok, hogy a üzemmód kapcsolót nem lehet elérni ettől a könyöklő felülettől, akkor csak löcsincsétek hátra, az egészet toljátok hátra, és akkor itt lehet ugye a sportmódot kiválasztani az autóban, de ezt a felületet nem is emiatt mutogatjuk nektek, hanem csak elzártam a rádiót, hanem azért, mert a Clio-hoz hasonlóan itt is van elektronikus, vagy villanygombos rögzítőfék kapcsoló, ami ugye az alapmodellekben nincsen benne, de jobban felszerelt Peugeotban, a GT Line-ban, meg az egyéb ilyen menőbb jobban felszerelt kivitelekben már benne van, és akkor itt ugye gombnyomásra lehet rögzíteni az autót biztonságosan, békében, és hát sajnos ilyenkor ugye nincs az a rasnyhúzós huligán üzemmód, amit mi annyira szeretünk a Vezesnél, de hát a világ sajnos ebbe az irányba megy, hogy
a mi igényeinket már nem igazán veszik figyelembe az autógyártók. Jelenleg Miklós úrral a 208-as elektromos verziója mellett ülünk, amelynél ugye minden energiát az akkumulátorból kell kipréselni, legyen az ugye az autó hűtése, az utastér fűtése, az autó hajtása, és emiatt itt nagyon oda kell figyelni, hogy semmi ne okozza nagyobb ellenállást, mint feltétlenül szükséges. Ide tartozik ugye az autó áramvonalassága, aerodinamikája is, és ennek az autónak ezekkel a takart keréktárcsákkal, nagy felületen takart keréktárcsaival kifejezetten kedvező az alaktényezője, csekély a légellenállása, és hogyha Miklós úr éppen nem pattintja ezt a betétet, akkor ez az autó jövőben is kifejezetten kis alaktényezővel, kifejezetten jó áramvonalassággal szelheti az utat, és ennek folyamányaként van rá esély, hogy akár 340 kilométert megtegyen egy töltéssel. Ebben az autóban nincsen hagyományos ugye, benzines üzemű motor, van viszont egy elektromos villamos gép, amely nem kevesebb, mint 100 kW, az a 136 lóerő teljesítményt ad le, és ezt a motort egy az autó alvázába beépített 50 kWh kapacitású akkumulátor táplálja. 50 kWh szerintem kifejezetten jó egy ilyen kisméretű kocsihoz, nem véletlen, hogy az autó hatótávolság eléri a 340 km-t, és ugye a gyorsulása is ennek megfelelően nagyon-nagyon jó lehet. Ha hiszitek, ha nem, ennek az autónak vadonatúj a padlólemeze, úgyhogy úgynevező CMP padlólemez, hát Common Modular Platform, ne arra ugyatok nekem az angyalföldi angol kiejtésem, de nekem ez valahogy mindig így sikerül. Ez a padlólemez egyébként rendkívül értékes és érdekes, mert erre épül majd az Opel Corsa a következő generáció is. Tehát amikor az e-Corsa leváltásáról írunk, egyébként meg idén megérkezhet az autó, akkor az is pont ugyanezeket a műszaki alapokat kapja, és ebből kifolyólag a következő Corsából is lesz tisztán akkumulátoros elektromos verzió, akár csak a 208-as Peugeotból. Tőlünk Genf körülbelül 1300 km-re van, mégis megéri ide elutazni, mert az ember olyan apróságokat tudhat meg, mint az új Renault Clio fejlesztésekor nem csak a Ford Fiesta volt a benchmark az autónak a mércéje a menedinamikai fejlesztések során, hanem a 208-as Peugeot is, tehát a kifutó 208-as is, mert egy tényleg kifejezetten jól vezethető autó, mert a Renault szakemberé, ugye miután megrostálták az egész szegmest, vezettek nem tudom 10-15 féle autót, azt mondták, hogy az új Clio-nak menedinamikában vagy meg kell verni, vagy fel kell nőnie a Ford Fiesta-hoz és a 208-as Peugeot-hoz. Ilyen alapokra építve, hogy az újtól is elég sokat várunk, tehát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vezetés közben mit mutat majd az autó. Amennyiben valaki nem az elektromos verziókra gerjed, megvásárolhatja ezt az autót nagyon jó benzines és dízel motorral is. Ugye azért mondom dízel motorral, mert a Clio-val szemben itt csak egyetlen egyféle teljesítmény szinten érhető el, az 1.5 HDI. A Clio-ból van ugye 85 meg 115 lóerős 1.5 DC is. Itt viszont a Peugeot azt mondta, hogy annak a kevés céges vagy flotta vevőnek, aki dízelmotort akar egy 208-as méretű autóba, nekik elég lesz a sima 100 lóerős, és ezért ezt az egyet lehet kapni. Benzines motorból lényegesen szélesebb a választék, az 1002-es háromhengeres kapható háromféle teljesítmény szinten, ugye van belőle 75-től 130 lóerőig, illetve egy 100 lóerős lépcső közbeiktatásával három fajta, és valószínűleg ugye a magyarországi vásárlók is legnagyobb részben ezeket a motorokat keresik majd. Valamikor egyébként október-novemberben érdemes a Peugeot szalonokban kirincselni, akkor kezdődik az autó bevezetése Magyarországon, de ára, illetve előértékesítése az már korábban is lehet, tehát kövessétek a vezetést, olvassatok bennünket, és akkor reméljük, hogy hamarabb is meg tudjuk írni, hogy mennyibe kerül az új 208-as Peugeot, még mielőtt októberben vagy novemberben elindul a hazai tényleges valós piaci értékesítése.